Szevasztok, srácok, lányok, csomagot kaptam, amit már sajnos láttok rajtam, de itt a kezemben a doboz, még nem bontottam ki, szóval ez most egy itteni unboxing. Bevallom, a csomag már megjött néhány hette. Meg akartam csinálni a videót, csak mindig elmaradt. Ki is bontottam, meg azóta már hordtam is, és amit a csomagban kaptam, az nem más, mint... Herbál. A slot is felsők, hát gondoltam megérdemelnek azért ezek egy sajátos, külön videót, nem pedig egy más videóba kell látnotok, hogy hát van, létezik ez a vlog. Vicces történet egyébként, mert szólt, nem tudom, egy ilyen kedszerdai napon az OCTV nekem, hát hogy akkor feladták postára a cuccot, nem sokára megjön, és másnap, vagy két nap múlva meg is érkezett futárszolgálattal, csak hát annyi volt a probléma, hogy én pont iskolában voltam, de hát kit zavar ez, felhívott a srác, hogy itt van a háznál 5 perc múlva, mondom, hát van egy kis gebasz, el tudsz jönni az iskolámhoz. Persze, kikéretőztem óráról, lementem a csomagért, aztán átvettem. Amit kaptam a csomagban, az egy herbál. Fehér, elles méretű férfi póló, ugye a kis lajháról a logommal rajta, kicsit közelebb állok. Ezt a fejlet egyébként még nem nagyon hordtam, ezt talán most van rajtam először, de már régóta fel akartam venni. A másik pedig egy fekete slot is felső, ez is férfi és elles. Ez bitang jó, ezt nagyon imádom. Olyan rohadt jó anyaga van, hogy beszarás. Ilyen teljesen sima pulcsiként is elhordanám, még akkor is, hogyha nem lenne rajta semmi minta. Hát jó, de mintával ugye hát sokkal jobb, de most felveszem nektek, hogy ti is lássátok nagyjából, hogy néz ki. Egyébként ezt a pulcsit ugye az elmúlt két hétben vagy háromban nagyon sokat hordtam, nem tudom mikor jött már, még nem emlékszem. Szóval ez lenne a pulcsi. Nagyon tetszik, hogy rohadt kényelmes, ahogy nem feszül, nem túl. Olyan pont jó, olyan menő pulcs is. Meg egyébként így szoktam feszülni, hogy szétfeszüljenek a karjaim. Így nagyon feszül. Feszülök el, mint győzik-e a Mercedesben. Mindenkinek az merült fel az első kérdés, valaki rám néz, vagy valaki lát egy újságban, vagy lát egy tévében, vagy lát egy ilyen gyönyörű autó mögött, vagy előtt. Miből él az a spárgyűző? Ne! Szóval... A videóm célja első körben az volt, hogy bemutassam nektek, hogy lehet nektek is vásárolni ilyen, hát nem csomagot, de tőlem csomagba is vehetitek, csak úgy drágább, de ilyen slotis pólókat, pulóvert, és ezt az OCTV weboldalán tehetitek meg, de egyébként, hogyha beírjátok a Google-be, hogy sloti OCTV, akkor ott ki fogja adni az első találatok között a webshopot, ahol az én dolgaim is megvannak. És én egyébként Playten is valószínűleg ilyen felsőbe fogok majd villogni most szombaton. Azt hiszem a Hung Expo-ba szervezik, de hát most szokás szerint ott leszek, életemben egyszer hagytam ki Playtet, azt de sajnálom. És igen, akkor most ezt is mondom, hogy ott leszek szombattól reggeltől egészen estig. Ott meg lehet találni, lehet velem találkozni, jöhet közös kép aláírás. Puszi, pacsi, nyali fa, nem azért az, nem, azt kihagyjuk. De nagyon sajnálom azt az emberek, hogy most ezzel a reklámozós videóval szennyeztem a csatornámat, de nem baj, szükség volt erre is. És azt még jobban sajnálom, hogy nagyon kevés videó van mostanában, amit ígérem kompenzálni fogok, amint lement az érettségi időszak, csak hát most én 13. osztályos vagyok, 5. éves, vagy hogy mondjam, és ez annyit akar, hogy most én két hét múlva nagyon szopni fogok azzal, hogy érettségiznem kell. De nem csak két hét múlva, hanem hogy június végén is. Szóval nem is tudom, hogy szóbeli után nekem még oda kell érnem a Volt Fesztiválra. És beizárnám ezt a videót, mert túl sok lesz a rizsa, és ha valaki ezt végignézte, baszki, az itt az Isten. Az egy nagy Isten. Nagyon köszönöm, ha végignézted ezt a rizsázós videót. Lájkolni! Azt lájkot toljátok ide, meg minden, ami jól esik. Slot of... Sziasztok! Hey, mama.